sztárfellépők, gyermekkoncertek, libából készült étel különlegességek és borudvar. Ismét megrendezték Szekszárdon a Márton napot. A hagyományokhoz híven november 12-e és 14-e között a Béla Király tér adott helyet a programsorozatnak. Megnéztük az iskolás és az óvodás műsort, és utána Kovácsovics Fruzsinát megvártuk, úgyhogy a csajok tomboltak egyet a színpadon. Szent Márton napja egyben az újbor ünnepe is. Úgy tartják, hogy akármilyen is az évjárat, az újbornak el kell készülnie november 11-ére. Én fehér borpárti vagyok, ő meg vörös borpárti, úgyhogy lehet, hogy megegyezünk egy rozéban. Márton nap a néphagyomány szerint a karácsony előtti 40 napos bőjt utolsó ünnepnapja, ezért ilyenkor rendszeresek a lakomák. Ezeknek pedig elkerülhetetlen kelléke az újbor és a liba ételek. A helyi éttermek többek között liba combbal, liba tepertővel és természetesen libamájjal is készültek. Gyurkovics János alpolgármester elmondása szerint az ünnep mindig is szerves részét képezte a szekszárdi programoknak. Örülünk annak, hogy most meg tudjuk tartani, természetesen a megfelelő intézkedések mellett a mai napra, vagy hát erre az időszakra érvényben levő előírásoknak megfelelően. Örülünk ennek a lehetőségnek. A városban több helyen is van rendezvény, több helyen is van ünnepség. A szekszárdi Márton nap programjai november 14-én este koncertekkel értek véget.